Sziasztok, Andi vagyok! Itt is lennék az Állati Menhely sorozatomnak a következő részével. Még mielőtt belekezdenék a videóba, szeretném nektek azt elmesélni, hogy miért nem volt ebből a sorozatból az elmúlt pár hétben egyáltalán videó a csatornámon. Egy nagyon egyszerű dolog történt, ami egyébként eléggé szomorú is egyben, elveszett a mentésem. Ez egyébként úgy történt meg, hogy kijött egy frissítés a játékhoz, és nekem ott valami nagyon-nagyon félre sikerülhetett, ugyanis például az iroda az úgy nézett ki, mint hogyha itt mindent elöntött volna a víz, nem voltak rendesen betöltve a textúrák, villogott az égbolt, meg minden, úgyhogy voltam vele, hogy jó, így nem tudok belőle videót készíteni, megvárom a következő frissítést. Viszont a következő frissítéssel valamilyen mentési beállításokhoz is hozzányúltak a fejlesztők, és mivel gondolom, beléptem ugye egy hibás mentésbe, ezért a játék automatikusan törölte az előző mentésemet, úgyhogy egy streamben végigjátszottam a játékot, egészen odáig, ahol ugye utoljára abba hagytuk a videó sorozatban, úgyhogy többé-kevésbé igyekszem ugyanonnan folytatni. Igazából annyi a különbség, hogy nyilván tanultam az előző hibából, úgyhogy meghagytam a kifutókat. Most már csak egy macska kenelre lenne szükségünk, amihez viszont pénzt kell szereznünk, és elméletileg akkor ugye rá is térhetünk a következő feladatra, úgyhogy szerintem én most gyorsan örökbe is fogadnék egy kis kutyát, vagy egy kis cicát, mindjárt megnézzük, hogy milyen lehetőségeink vannak, és ahogy látom, csak cicát tudunk örökbe fogadni, úgyhogy akkor legyen Simon mondjuk az a cica, akit örökbe fogadunk, és mindjárt nézek akkor neveket, mert hogy azóta is írkáljátok nekem a neveket, amiket egyébként tényleg szeretnék nektek nagyon-nagyon megköszönni. Gyorsan rá is nézek akkor egy állati menhelyes videóra, és akkor megnézzük, hogy milyen neveket írkáltok. Egyébként képzeljétek el, hogyha szeretnétek visszanézni azt a livestreamet, amiben újra játszottam a játékot, akkor azt meg tudjátok tenni a Doggy Andy Streamek YouTube csatornán, mert hogy egyébként nekem több YouTube csatornám is van, és nagyon sokan kérdezitek, hogy például a trovós élőadások, azok felkerülnek-e YouTube-ra. A Doggy Andy Streamek csatornán meg tudjátok ezeket nézni YouTube-on is, viszont az fontos elmondanom, hogy nem az összes stream kerül ki YouTube-ra. Vannak olyan streamek, amik exkluzívan csak trovón vannak, szóval ha nem szeretnétek lemaradni, akkor mindenféleképpen kövessetek be trovón is. Ingyenes az applikáció, tényleg nem kerül semmi pénzbe nektek, nem fogtok rajta olyan dolgot látni, ami YouTube-on ne lenne, úgyhogy abszolút tudom nektek ajánlani, és tényleg pár perc a regisztráció összesen. Na, például Királyi László írta azt, hogy legyen Valentin a cicának a neve, úgyhogy akkor legyen Valentin, és akkor örökbe is fogadjuk a cicust, illetve szerintem akkor már örökbe fogadhatnánk egy másik cicát is, már ha őt ugye behoztuk, mert hogy nyilván akkor lesz sok-sok pénzünk, hogyha sok állatnak tudunk gazdát találni, meg hát úgy is fogunk akkor előre fejlődni. Majd szeretném megnézni mindenféleképpen ebben a részben ott azt a kis galériát is, ugye, ahol tudunk fotókat készíteni a cicákról. És hogyha jól látom, akkor ugye most a cicát valahova el kell helyeznünk. Hát itt van ugye a macska kifutó, úgyhogy én ide le is raknám Valentin cicát. És egyébként most megint ilyen furán viselkedik a játék, konkrétan olyan, mint hogyha először játszik. Mint hogyha a tutoriált csinálnám meg, pedig nem értem egyszerűen, hogy ez miért van így. Minden esetre mondom, újra játszottam az egészet, viszont az biztos, hogyha ez a mentésem elveszik, akkor én is kacuk ezt a játékot lehet, hogy hagyom a fenébe, mert az az igazság, hogy azért az úgy eléggé kemény, hogy több órát kell mindig újra és újra és újra játszani ahhoz, hogy ezt a sorozatot tudjam folytatni, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy most már a fejlesztők összeszedték magukat annyira, hogy ilyen jellegű probléma többet ne legyen a játékkal, főleg, hogy már DLC-t terveznek a játékhoz, amiben egyébként a kisállatok lesznek. Kisállatok alatt itt azt értem, hogy kölyök cicák, kölyök kutyák, akiket majd be lehet fogadni, úgyhogy bízom benne, hogy azért összekapják magukat is. Mellett egy játszható játék is lesz, nem csak DLC, az kicsit olyan Sims-es hangulatú lenne. Egyébként a Sims-hez is most fog érkezni több új kiegészítő, úgyhogy valószínűleg a Sims-es tartalmak is vissza fognak térni a csatornára. Illetve ha már cica, illetve más-más tartalmakról beszélek, majd ilyenkor mindig jön a kérdés, hogy és lesz-e ez, lesz-e az. Képzeljétek el, hogy jön a Cattails-hez egy második rész 2023-ban, sokára. Viszont Kickstarteren lehet támogatni ugye a játék elkészülését. Minél több pénzt gyűjtenek össze a játék fejlesztői, annál több lehetőség lesz majd a Cattails folytatásában, és én is ugye hozzájárultam ehhez a projekthez, körülbelül olyan 60 euróval, ami a 20 000 forintba kerül. Na de, nem is ez a csavar az egészben, ugye
Ezzel a 60 eurós támogatással én augusztusban tudtam volna játszani az új játéknak az alfa verziójával, viszont képzeljétek el, hogy rákerestek a nevemre a fejlesztők, és látták, hogy készítettem videót belőle, úgyhogy kaptam már most egy kulcsot a játékhoz, és tudok játszani az alfa-alfa verzióval, ami még nagyon-nagyon kezdetleges, de hogyha van kedvetek, akkor én nagyon szívesen megnézném, főleg ha már ilyen jó fejek voltak, hogy elküldték hamarabb. És tudom, hogy sokan szeretitek a kettőt, úgyhogy remélem, hogy a folytatása is pont annyira fog titeket érdekelni, mint az első rész, közben veszek sütikét. Illetve ezen kívül a mai nap is például tervezek egy élő adást. Egyelőre még nem tudom, hogy melyik játékkal fogok játszani. Ugye most játszok a House Flippernek a kutyás cicás kisállatos kiegészítőjével, szóval azt is egyébként például a Doggy Andy streamek csatornán vissza tudjátok nézni. Lehet, hogy House Flipperezni fogok, illetve azon kívül, még amin gondolkoztam, az az, hogy kijött a Minecrafthoz egy ilyen Angry Birds-ös kalandpálya, és azt is tök szívesen végigjátszanám streamben, mert egy elég hosszú kalandpálya, tehát nagyjából egy ilyen két és fél óra végigjátszani, és nem tudom, hogy mennyi értelme lenne így videósorozatba csinálni, inkább akkor már így egybe kijátszanám mondjuk egy livestream keretein belül, úgyhogy ez a kettő tervem van, azt lehet, hogy mind a kettő meg lesz. Azt hiszem, hogy milyen kisegérfeje van ennek a cicának. Úgyhogy vannak tervek abszolút. Elnézést, hogy most itt ennyit beszéltem más játékról, igyekszem most már tényleg az Animal Shelterre koncentrálni, csak hát szerettem volna ezekre a kérdésekre válaszolni, illetve elmesélni a terveimet. Illetve nagyon bízom benne, hogy a nyári szünetben, amikor elkezdődik nektek a nyári szünet, most nyilván itt a fiatalabbakra gondolok, akkor több videót is tudok majd nektek készíteni. Oké, és milyen megnézzük, hogy mi van közben ezzel a cicával, mi lenne a következő vágya? Mi az, ami boldoggá tenni, szeretne még sütit? Egyébként annyira vicces, amikor újra játszottuk a játékot, akkor ilyen nagyon dagadt macska is volt. Ő megmondom, egy kisegér. Olyan hatalmas fülei vannak ennek a cicának. Én ilyen cicát még nem is láttam. Van egy ilyen first state nevezetű állapota a cicának, lehetséges, hogy meg kellene őt fésülgetnünk. Van egyébként nekünk erre lehetőségünk? Tényleg nem, egy kisegér. Valentina az egér cica. Hamarosan a mozikban. Na jó, ugye megnézem, szerintem megint kekszet akar majd. Megint kekszet akar. Akkor egy kicsit várunk, mert aztán ez is olyan dagadt cica lesz, mint mondjuk Garfield. És közben akkor örökbe fogadhatnánk még egy kis állatot, csak hogy tényleg legyen pénz a további fejlesztésekre. És akkor itt van például Scout, aki megsebesült. Jó, nézzük akkor egy kutya nevet is, amit írtatok. Például volt egy ilyen, amit Szukola Adrianna írt, hogy pamacs. Legyen akkor pamacs kutyus. Egyébként ez így a képhez passzolt is, olyan pamacs jellegű volt a kutyus. És remélhetőleg hamarosan megérkezik a kis cukiságunk. Gyere pamacs, gyere szépen. Hát abszolút nem így nézett ki a képen. Ettől függetlenül természetesen ugyanolyan édes kutyus, és ahogy látom, egy hatalmas nagy kullancs fúródott belé. Úgyhogy bízom benne, hogy ezt a kullancsot ki tudjuk szedni. Azt nem tudom, hogy például van-e hozzá eszközünk, mert tweezer kellene hozzá, de szerintem az pont nem kellett most az újrajátszásnál. Úgyhogy azt most még rendelnem is kell. Ez lesz szerintem az a fotóstúdió. Úgyhogy majd ide fogom behozni a cicát, illetve a kutyust is. És akkor megnézzük, hogy milyen profi képeket lehet már majd itt készíteni. És nekem akkor itt kell egy olyan, hogy tweezer, amit a shopban fogok megtalálni, mégpedig a medicine fül alatt. Úgyhogy akkor veszünk egy csipeszt. A többit szerintem most hanyagoljuk. Most tényleg nem szeretnék össze-vissza költekezni. Az lenne itt nyilván a cél, hogy minél hamarabb meglegyen a következő küldetés. Jó. És akkor remélhetőleg pamacs még itt van az asztalon, nem szökött meg, nem, nagyon jó kutya. És akkor szedjük is ki azt a kullancsot belőle, fúj! Mocsok, mocsok egy lény egyébként ez a kullancs. Nagyon-nagyon nem szeretem őket. Rengeteg problémát tudnak okozni a kutyáknak és a cicáknak is, tényleg embereknek is. Nagyon-nagyon veszélyesek. Na akkor pamacsot ide lerakjuk. És nagyon remélem, hogy nem fogja továbbra is azt jelezni a játék, hogy beteg. A higiéniája mondjuk nem a legjobb, könnyen unottá tud válni. Az mondjuk nem egy jó tulajdonság. Van egyébként neki kaja? Nincsen kaja. Ja, ebbe kell a kaját tölteni, már ha van. Nincs már kajánk? Ezt nem mondod komolyan. Empty. Hát akkor ezt ki kell majd dobnunk. Viszont vizet szerintem tudunk neki tölteni. Hogy vizet azért kap.
És rendelünk akkor majd még kutyakaját is. Viszont akkor megnézem, hogy a cica, hogy halad esetleg már örökbe adható. Ő már örökbe is adható. Na, akkor nézzük meg azt a fotóstúdiót. Kíváncsi vagyok arra a stúdióra. Na, ide lerakjuk a cicust. Vannak itt softboxok. Click to setup. Hát ebben most még sokat nem látok, de elméletileg de ezeknek a fényén is tudnék állítani egy. Oké. Ugye megnézem, kicsit lejjebb. És be tudjuk kapcsolni, és akkor olyan zöld. Zöld lesz a fény. Legyen, mondjuk a cicának. Ő volt ugye Valentin cica. Legyen ilyen rózsaszínes a megvilágítás. És akkor megpróbáljuk szerintem itt lefotózni, de azért gyorsan megnézem, hogy mit lehet még esetleg. Itt a jobb kamera. Mit lehet esetleg még itt csinálni? Hát akkor a régi kamerát én lehet, hogy ide leraknám, hogy hadd pihenjen. Megtette azt, amit meg kellett, a szolgálatot teljesítette, de azért ez a kamera már jóval komolyabb. Jó. És akkor itt is ugyanúgy rá tudok zoomolni, meg ilyenek. Viszont ezért annyira nem hiszem, hogy jó képet tudnék csinálni, mármint nem tudom, szerintetek ez jobb így. Hogy tudok ennek például a magasságán állítani? Pamacs közben unatkozik. Bocsánat, Pamacs. Azt hiszem, ez csak arrébb lehet rakni ezt a tripodot. Tehát ez kb. Ilyen dísz. Kezdem azt érezni, hogy a tripod ez csak egy dísz. Sőt, most le se tudom rakni. Ne szivas játék, kérlek, ne szivas. Mondjuk, ha ide rakom. Ó, mondjuk itt cuki, csak akkor meg tök fölöslegesen van megvilágítva. Jó. Várjál, itt egy csomó mindent lehet csinálni. Oké, így már azért csak jobb lesz. Focus on, off. Focus distance. Itt lehet még itt. Wow! Wow! Oké, és nem tudok erre jobban rá, de rá tudok nagyítani, ezt a sima görgővel tudom megtenni, viszont a cica így most nincs benne a képben. Ez zavar bárkit is vajon? Engem mondjuk zavar. Na mindegy, csinálunk most akkor egy sima fotót, aztán szerintem jó lesz így. Így is már láthatják, hogy mennyit fejlődött, úgymond a menhelyünk. És akkor így most hogy kapom meg a fotót vajon? Ez már automatikusan benne lesz a rendszerbe? Galéria? És ezt nem kell külön beszkennelgetni. Ez mondjuk így hasznos. Na jó, akkor Valentinról adjunk fel egy hirdetést. És ezt itt is meg tudom már egyből csinálni. Animals in Shelter, Valentin. És akkor feltöltjük hozzá ezt a csodafotót. Érdekes egyébként, Olaf szeretne majd egy kutyust, Sandra egy cicát, Sylvia egy kutyust, Severin pedig egy kutyát. Na most meg akarom nézni, hogy Pamacsnak mi kellene még pontosan. Hát, hogyha jön lehetem foglalkozni, kellene vele egy kicsit. Egyébként hamarosan őt is el lehet kezdeni meghirdetni, hogyha jól látom. Úgyhogy kicsit játszunk vele. Aztán megnézzük, hogy Valentinra hányan jelentkeztek, illetve vagy pontosan milyen emberek is jelentkeztek rá. Mert azért nem mindegy, na. Na gyere ki, Pamacs! Mondjuk téged is majd jó lenne azért lefotózni. Ott már van egy kis kaka. Ott már van egy kis kaka! De először azért játszunk. Tehát olyan, mintha most játszanék először a játékkal, úgy érzékeli. Konkrétan megint újra kell csinálnom itt a különböző tutoriálokat. Jó, itt volt egy kis kaka, hát máshol én most nem látok, úgyhogy remélhetőleg több nem lesz. Megsimogatjuk, és akkor megnézzük, hogy esetleg mi kell még neki. Hát majd enni akar, de jó lenne majd őt megfürdetni is talán. Nem tudom, hogy így örökbe fogják-e fogadni, hogy nincsen frissen megfürdetve. Mondjuk szerintem annyira nem érdekli ez az embereket. Játszani ettől függetlenül még lehet, hogy érdemes lenne vele. És most pisilt, jó. Akkor nincsen nagy baj, azt hittem bekakilt. Akkor szedhetném föl újból. Nyilván az se lenne nagy gond, csak értitek. Jó, kicsit még akkor labdázunk vele. És következő pedig egy kis simogatás lenne. Attól függetlenül, hogy agresszív, abszolút nem mondanám. Gyorsan őt is akkor szerintem lefotózzuk. Róla milyen fotókat tudunk majd itt készíteni. Ezeket is majd nyilván szépen ki kell dobálni. De most már azért úgy kezd rendben lenni minden. Jaj, hát a cicát meg itt hagytam. Szegény cica, Valentin. Úgyni.
Na nézzük akkor itt milyen fotót tudnánk róla készíteni. Hát első körben, nem tudom egyébként ezt lejjebben. Egyébként ez így milyen menő. Ez így milyen menő már. Pamacsot is akkor szépen lefotóztuk. És akkor hozzá is feltöltenék szerintem egy képet. Szépen oldalról meg tudják őt nézni. És akkor Valentina már jelentkezett, két csajszí. Hát Sandra itt az első, úgyhogy mindjárt megnézzük, hogy ő milyen cicát szeretne, olyat szeretne, aki bátor, illetve vissza tudja tartani a pisit. Viszont nem szeretne gyereket Valentina házba, úgyhogy kiderül, hogy Sandrának van egy gyereke, vagy sem. Mert ha van gyerek, akkor sajnos ez egy kizáró ok, és nincs gyerek, egyedül él, úgyhogy szerintem akkor ők meccselnek is, tökéletesen illenek egymáshoz. Úgyhogy a cicust én egyből örökbe is adnám. Mondom, ebben a részben nem csak ezt a fotóstúdiót szeretném kipróbálni, hanem akkor már tök jó lenne, hogyha esetleg lenne annyi pénzünk, hogy meg tudjuk csinálni a következő feladatot is, és akkor legyen egy cica kenelünk. Valahol egyébként sajnálom azt, hogy újra kellett kezdeni a mentést, valahol meg nem, mert így legalább több épületünk van, kicsit könnyebb, de mondom így, meg akik ugye nem tudtak ott lenni mondjuk a streamen, vagy nem találták meg még a lehetőséget, hogy visszanézzék, azok meg egy kicsit lehet úgy érzik, hogy kimaradtak valamiből. Elnézést, kacok, így tudtam egyedül folytatni ezt a sorozatot, és szerettem volna folytatni ezt a sorozatot. Szia, cicus! Hát Valentintől akkor elbúcsúzunk, viszont remélhetőleg tökéletes körülmények között fog így élni. Egyébként igen, kaptunk rá egy másfélszeres szorzót is, és 1759 a jelenlegi reputation pontunk. Mindjárt megnézem, hogy így most akkor mennyi pénzünk van. Esetleg tudunk egy macska kenelt vásárolni. Meg majd azt a cicakakát ki kell takarítani. 548 coint kaptunk. És akkor itt kellene nekünk egy olyan, hogy macska kenel housingnál lesz ez. 2400-ba kerül, vagy 2600-ba, és szerintem a 2600-as lesz az, ami nekünk kell. Úgyhogy erre azért még bőven kell gyűjtenünk, mert 1382 van most jelenleg nekünk. Pamacsra egyébként közben megint jelentkeztek. Jó, Pamacsnak meg is lett akkor a gazdája, szerintem őt örökbe is adhatnánk, és akkor utána pedig szeretnék még cicát vagy kutyust örökbe fogadni. Remélhetőleg mind a kettőből egyet sikerül majd találnunk is. És akkor gyere, Pamacs! És remélhetőleg nagyon-nagyon boldog leszel te is majd az új gazdáddal. És akkor itt hagy minket. Egyébként azon gondolkozok, hogy lassan szerintem most már azért egy 10-20 kis állatnak megtaláltuk a tökéletes helyet. Jó. 1,7-es szorzót kaptunk rá. Így pedig akkor 1898-ra ugrott a reputation szintünk. És remélhetőleg kapunk majd utána is egy kis pénzt, amiből tudjuk majd tovább fejleszteni a menhelyünket. Tőle 354-et kaptunk. Kicsit fukar volt a csávó, lehet, hogy nem a legtökéletesebb házi állatka volt így számára. De hát, ettől függetlenül azért szerintem jó helyre került ő is. Na, oké, és fogadjunk be akkor még újabb állatkákat. Itt van például Samus. Samus! Ezt a nevet, hogy Samus. Jónás Fanni írta például az, hogy legyen Balu a kutya neve. Hát végül is a Balu az már majdnem Samus. Úgyhogy akkor legyen a Balu kutya. A Balu kapitány. A Balu. Gyere, Balu! Mutasd meg! Mizu van veled. Ő betegnek nem tűnik, meg nem is jelezte a játék, hogy beteg lenne. Úgyhogy egyből be is raknám ide a karámba, hogy legyen neki külön helye. És azt hiszem, hogy víz az félig van. Viszont kaját azt most rendeltem, úgyhogy azt szerintem el is hozhatnám. És akkor adunk neki enni is. Elméletileg egyébként olyan nagyon-nagyon vékony kutyus. Nagyon-nagyon nem kapott enni ott, ahonnan ő jött. Úgyhogy remélhetőleg így most már azért jobb helyre került. Azt hiszem egyébként, hogy milyen szép kék szemei vannak, azt a mindenit. Nagyon szép kék szemei vannak. Töltünk neki még egy kis vizet is. És akkor majd még meg kell őt simogatnunk. Mondjuk a nyaka elég érdekesen mozog ennek a kutyusnak. Nem akarok neki beszólni, de elég érdekesen mozog a nyaka. De milyen jól nevelt, nézzétek csak.
Kár, hogy nincs itt most a kamerám. Ezt lefotózom, hogy ilyen jól nevelt kutya. Szerintem mindenkinek kell. Pedig bolondos és vicces, hogy csóválja a farkát. Majdnem akkor a farka, mint az egész teste. Kicsit olyan érdekesen fejlődött ez a kutyus. A genetika itt elég érdekesen alakult nála. Na, fogadjunk akkor még egy cicát örökbe, Winstont. Berta Vince írta azt, hogy legyen Zafír. Zafír. Nem tudom, hogy ezt cicának vagy a kutyusnak szánta, de szerintem mind a kettő illik. Kíváncsi vagyok egyébként, milyen fejlesztések lesznek még itt. Hát ez a Dávidéknak a cicája. Ez a Zafír cica, ez olyan, mint Csotty. Hát de nem? Jól van, leraklak ide a barna maci mellé. Bocsánat, mindjárt feltakarítjuk, jó? Ne zavarjon téged az a kis kaka. Megoldjuk a problémát. Drága cica társad ide kakált. Lehet, hogy föl kéne most, hogy annyira koszosnak tűnik minden, nem? Mi történik itt? Jaj, ne! Ő nagyon rosszul van, várjál. Szegény cica. Gyorsan akkor bevisszük a rendelőbe, és akkor megnézzük, hogy mi lehet a baja. És nem tudom, hogy odahányt vagy bepisílt. De érdekes egyébként, hogy beraktam a kenelbe, és ettől függetlenül nem mutatta a játék, hogy ugye az most az ő helye lenne. Szóval ahogy nézem, neki valami sebesülése van. Itt majd szépen le kell neki szedni a szört, mielőtt ugye ezt meg tudnánk csinálni, meg tudnánk őt gyógyítani. És hát ide szerintem raktapasz kell. Úgyhogy átjövök ide, mert elmentek innen is tudok rendelni. Patch. Ebből is amúgy szerintem vehetnénk többet is, akár 9-et is. Oké, és mondjuk erre megy el a sok pénz, jó? De hát nyilván rendbe kell őket rakni, nem szeretném, hogy betegek legyenek az állatok nálunk. Viszont ha már itt vagyok, akkor még egy állatot befogadhatnánk. Ella, aki egy nagyon-nagyon szomorú cica, miért vagy ilyen szomorú? Nézzük még akkor cica nevet. Ágota írta, Mafia. Mert hogy így hívják az ő cicáját is. Milyen aranyos neve van egyébként. Hamarosan akkor őt is meg tudjuk nézni. Itt van egyébként. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy hasonlít-e vajon az ő Mafia cicájára, akit majd kapunk. Remélhetőleg majd megírja nekünk. Ez pedig úgy oda. El is láttuk, hogyha minden igaz. Oda lerakom a... Ezt egyenként kell lepakolni, tényleg? Jó, hát lesz belőle. Sebesült állatokat most el tudunk látni egy életre szerintem. Gyere, Zafír. Kell egyébként neki kaja, ilyesmi? Mindegy, adunk neki. Abból baj nem lehet, hogyha van mit ennie. Na de hozzuk el a következő cicust, Mafiát. Kezd egy kicsit káosz lenni. Milyen kis fehér háta van, egyen meg. Nagyon kis cuki. Ide berakjuk őt. És milyen megnézem, meg kell őt majd kekszeletetni. Meg nyilván neki is kell majd tálka, meg mindenféle ilyes. Mekkora nyuszi füle van neki is. Ő is egy kis egér. Oké, és közben egyébként, ahogy nézem, Balu már örökbe adható lenne. Úgyhogy én Balut el is viszem oda a fotóstúdióba. És akkor gyorsan lefotózom. És nagyon-nagyon bízom benne, hogy akkor most már majd lesz elég pénzünk arra, hogy ugye tudjunk egy újabb szintet lépni. És akkor újabb feladatokat is kapunk majd. Viszont lehet, hogy a régi kamerát használnám most, azért azzal egy kicsit szabadabban tudtam fotózni. Mármint, hogy nézzétek! Nézzétek ezeket a csoda kék szemeket. Azért csak le kéne fotózni szépen. Nyilván az a része kényelmesebb volt, hogy nem kellett mindent külön beszkennelgetni, de igazából szerintem ez is jó lesz. Róla gyorsan fel is adnék egy hirdetést, Baluról. Upload. Itt van Baluról a kép. Meg hát így ugye ezeket a fotókat ki tudtuk rakni a falra. Mafia viszont nagyon szomorú. Zafír cica mindjárt jól van. És akkor kellene még tálka nekem, mert hogy az úgy nincsen. Úgyhogy veszünk egy vizes tálat, veszünk egy kajás tálat. Ez emellé szerintem vehetnénk még kekszet, a keksz az mindig jól fog nekünk jönni. Broom, erre lesz még szükségünk, igen. És akkor ott is fel tudok szépen törölgetni. Közben Balut szerintem visszaviszem a helyére. Csak hogy ne maradjon itt véletlenül se szegény. És akkor utána, hogyha ezzel megvagyunk, akkor még feltakarítok ott a cicáknál, és Balunak tényleg keresünk egy jó otthont. Remélhetőleg lesz belőle elég pénzünk, hogy meg tudjam venni a következő fejlesztést, de tényleg annyi mindent kellett most vásárolni, egy kicsit azt érzem, hogy lehet, hogy ez csak a következő részben fog már csak összejönni nekünk. Megy a takarítás! Én vagyok a takarítónő. Jó. Már megint bepisíltél! Hogy lehet ennyit pisilni? Hát én ezt nem hiszem el. Ennyit pisilni,
égvilágon nem lehet. Egy ember nem pisil ennyit, mint amennyit te pisilsz. Állandóan csak pisilsz. Neked valami baj van a húgyhólyagoddal, az is biztos. Na, szerintem itt most tisztaság van. Én nem úgy látom. A pisit leszámítva, de a pisit is mindjárt megoldjuk. Igen, a pisit is szépen feltöröltük, jól bele is feküdt. Hát ez a maffia, ez azért elég sok fejtörést okoz nekem, na. Elég sok fejtörést okoz nekem ez a cica. Ez meg csak így megáll ilyen mágikus módon. Quiet. Szeret barátkozni és csendes. De mellette rengeteget pisil. Neki simogatás kellene. De egyébként Zafirt is örökbe lehetne már adni. Nem hoztam magammal azt a fotózt. De jó, használják a kaparófát. Ez is oda pisilt. Miért pisil be az összes macska? Lehet, hogy kellene nekik egy macskaalom. Majd azt meg kell nézni, hogy ott tudunk-e venni. Mert ha tudunk, akkor az valószínűleg megkönnyíteni a dolgunkat. De nem hiszem, hogy alapjáraton egyébként ennyit pisilne egy állat. Jó. Zafirt is lefotózunk. Egyen meg egyébként, de szép. Jó, szerintem ez egy klassz kép lett róla. Be is rakom gyorsan a szkennerbe. És akkor feladunk egy hirdetést. Hamarosan remélhetőleg meg fog itt jelenni róla a kép. És akkor Zafir cicát fotóztuk le. Ott is van a kis egérke füleivel. És ha minden igaz, akkor jelenleg két állat van ugye meghirdetve. Balu, illetve Zafir. Nézzük Balura, kik jelentkeztek. Ő olyat szeretne, aki vicces és bátor. Eddig egyébként egészen bíztató, mert ő ugye egy vicces kutyus. Bátorságról nem tudunk, de gyávának szerintem nem mondható. És nagy ház van, kert az nincsen sajnos, viszont sok szabad ideje van. Egyelőre egyébként Olaf nem egy rossz gazda szerintem, de megnézzük Olga mit tud. Ő vicces állatot szeretne szintén. Gonoszat nem, de szerintem nem gonosz Balu, miért lenne gonosz kutya. Illetve közben Zafira is akkor jelentkeztek, mindjárt megnézzük, hogy róla esetleg mit tudunk. Ő olyat szeretne, aki gyorsevő. Hihetetlen egyébként néha. Néha mik jönnek. Dominika pedig olyat szeretne, aki szintén gyorsevő, és nem szeretné, hogy shy legyen, tehát ilyen kis feeling. Balura ki lesz a tökéletes ember. Igen, Olafot néztük, hogy ő egész jó, de lehet, hogy találunk még jobbat. Nála van kert, viszont nincsen sok szabad ideje. Tehát ugyanott vagyunk. Ugyanott vagyunk tulajdonképpen Olgánál és Olafnál is. Úgyhogy szerintem akkor, mivel Olaf jelentkezett először, akkor az övé legyen. Zafirnál pedig van nagyház, nincs kert, sok szabad idő. Itt nagyház, van kert, viszont nincs szabad idő. Pont ugyanaz megint, hogy valamelyik nem stimmel, úgyhogy akkor nála is, mivel Nicole először jelentkezett, szerintem Nicole-lal jól összepasszolnának. Jó. És akkor őket is örökbe tudjuk adni. Na most kérdés, hogy vajon kiért jöttek, de szerintem első körbe Balut fogják elvinni, és nagyon remélem, hogy nem fogom összecserélni, hogy aki a ticát szerette, az egy kutyát kap, és így fordítva. Úgyhogy akkor Balut gyorsan bedobjuk a kocsiba. Jó. Hát csak nem engedni. Szia, Balu! Imádom egyébként, olyan édesek, ilyenkor mindig még így elköszönnek. És akkor nézzük, hogy érte mit kaptunk, mennyit kaptunk. Jó. 1,55 szorzó. No, már 2000-en van a reputation bónuszunk. És akkor még a cicát is elméletileg örökbe tudjuk adni, hogyha hamarosan megérkezik hozzá az autó. Itt is van már az autó, itt pillanatok alatt, itt fordulnak az állatok, szerencsére nem töltenek itt sok időt. Ebből a szempontból tényleg nem egy valós állatmenhely, de ez talán a jó értelem, hogy itt nem töltenek olyan sok időt. És akkor Zafir, hát ugye nála a kert az nem jött be, de minden más egyébként igen. 1,6-os szorzó. És akkor rákaptunk, hogyha minden igaz, 2227-et összesen. Nicole-tól kaptunk 850-et, meg 627-et. És akkor a következő fejlesztés, az 2400-unk van. Amíg maffiát örökbe tudnánk adni, akkor szerintem meg lenne rá a pénz. Maffiát kéne még olyan állapotba hozni, és akkor
Akkor azt mondom, hogy tényleg tök jól tudtunk haladni ebben az epizódban is. Mindjárt egyébként megvan, megetetjük egy kis kekszel is. Vihetjük is fotózni. Utána pedig akkor örökbe is adhatjuk. Na. Szóval jó egyébként, ja, hogy ó! Fel tudom őket öltöztetni, erre miért nem jöttem rá hamarabb? De jó! Na jó, ez cuki. Ez nagyon cuki, ez tetszik. Csináljunk belőle egy kis izét. Már mondjuk, hogy a maffia neve, akkor lehet, hogy ilyen izét kéne csinálni. Hogy lenne olyan igazi maffiás a macskánk? Cicusunk. Wow! Még cipőt is lehet rá. Nyuszis papucs! A gonosz nyuszis papucs. Flip-flopba. Nem, a nyuszis papucs szerintem jó, és akkor még tud pózolni is. Azt figyeld! Azt figyeld! Ennek a színét is lehet változtatni, ezt nem is vettem eddig észre, de jó. Ez tetszik nagyon. Na, fotózzuk akkor le. Szerintem ezzel az instant print kamerával akarom. Milyen kis cserfes, imádom. Ez top. Ez nagyon-nagyon tetszik. És akkor maffia. Amilyen szomorú volt azon a képen, olyan cuki lesz szerintem. Szeretné egy olyan embert egyébként, akinek van gyereke, és nem dolgozik. Hát nehezen fogunk szerintem ilyet találni, akinek gyereke van, annak kb. Muszáj dolgoznia. Meg úgy alapból az embereknek úgy muszáj dolgoznia, hogy ne haljanak éhen, ha szeretnének nem éhen halni. Mondjuk, az még nem egy hátrány. Ugye megnézem, clumsy. Megnézhetjük azért, hogy kik jelentkeztek még, igen. Hát ha van olyan, aki nem kifejezetten maffiára jelentkezett, de egyébként úgy passzolna. Glutton, hát ő nem lesz jó. Úgyhogy egyből diszkárdolom. Frank viszont kifejezetten maffiára jelentkezett. Szeretné, hogy szeresse a gyerekeket. Ami egyébként nem jöhet szóba. Nézzük csak meg, vizsgáljuk ki. Egyelőre egyébként egy egészen jónak tűnő jelentkező, mert csendes, gyerek szerető állatot szeretne. Ezek passzolnak. Have time, van ideje, király, van gyerkőc is. Szerintem akkor ők tökéletesen illeszkednek egymáshoz, vagy mi. És akkor rajta marad a ruhácska is? Nem. Leszedi róla a ruhácskát, de egyébként nagyon cuki volt. Nagyon-nagyon cuki volt, úgyhogy örülök neki, hogy ezt megtaláltuk. Innentől kezdve csak így fogom őket lefotózni. Nem tudom, hogy olyan több pénzt érnek-e így, hogy le vannak fotózva kis ruhába, de... Na majd mindjárt meglátjuk. És akkor... Milyen szorzót kapunk vajon rá? 1,6-osat. Hamarosan egyébként szerintem mi leszünk az egyik legjobb menhely a környéken. Nem tudom, az mennyi pontot kellene mondjuk elérnünk, de 174 pontot kaptunk. Jött egyébként több e-mail is, úgyhogy azokat érdemes lenne még gyorsan lecsekkolni. Thanks for the pet. 680-at kaptunk, úgyhogy most már tudja, hogy meg tudom venni a következő fejlesztést. Úgyhogy azt akkor szerintem még megvehetnénk. Expand ticket nincsen több viszont, az baj. Bajban vagyok! Várj, ez ide elfér. Hát akkor most kompromisszumokat kell kötni, de így legalább elférünk. Ide kell majd hozni a szemetet. És akkor elméletileg itt meg tudom venni a cat cage-et. Nem, mert ugye az a fától nem férünk el. Akkor attól a fától is meg kell szabadulnunk, úgy érzem. Attól a fától, vagy nem, hát ezt vissza tudom ide rakni. Ó, hát akkor teljesen jó. Jó. Nem vett furniture, building, housing és egy cat cage kell nekünk. Úgyni. Ez valamiért kijebb lóg, mint a kutyás. Miért lóg ez kijebb? Na mindegy, nem akarok panaszkodni, mert legalább így pont elfér, de érdekes, érdekes. Jó, és akkor a következő cél az az lenne, hogy még egy reputation start feloldjunk, még egy csillagot elérjünk. Ami ez egyébként mi kell nekünk, mindjárt megnézzük, hogy hogyan halad közben a menhelyünk. 3500 pontot kellene elérni? Azért az sok. Az sok. Jó, viszont jelenleg harmadik helyen áll a menhelyünk, ahogy látom, ami egyébként szerintem nem egy rossz helyezés. Ebben a videóban viszont ennyit szerettem volna megcsinálni. Nagyon remélem, hogy tetszett nektek.
Úgyhogy hamarosan jövök akkor a játék folytatásával. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Andi voltam. Sziasztok!